Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok, srácok, kis PUBG szóló következik. Mert már régen nem volt live, meg úgy amúgy sem nagyon, meg videó sem volt már, meg most már a hőség teljesen kikészít, és amint le fog hűlni a levegő, lesz majd megint mindig live, meg megint mindig videó, meg ilyesmi. Na, jó van, srácok, látom azért most, ha vagyunk egy páran, bár most én pontosan nem látom a nézőszámot, de mindjárt megnézem, csak kíváncsiságból. 54 néző. Jesus! Már ilyen sokan itt vagyunk? Na jó van. Ó, szegény Csabi. Igen, Anna, ezt jól mondod. Na jó van, srácok. Hát akkor... szóló. És akkor most kikapcsoljuk, és akkor megyünk vagy Erangelen, és nem FPP-be, nem FPP-be. Mondom, nézd meg. De kiválasztom ugyanazt, vaze. Szóval vagy Erangel, mármint Erangel, vagy pedig Miramar. Majd meglátjuk. Macsika, Békés Csabán volt dörgés, volt villámlás, meg egy kis eső is volt, nagyon be van borulva jelenleg is, tehát ebben a pillanatban is tök sötét van kint. Viszont szerintem az időjárás, amit a hőmérséklet, az nem lett sokkal jobb szerintem. Mert most abban be van csukva, hogy kintről ne szűrődjön meg mindenféle zaj, nem tudom. Majd ki fogom nyitni az ablakot. Később, aztán majd meglátom. De egyébként tök mindegy, mert vasárnap most már nagyon le lesz hűlve, srácok. Békés Csabán 19 fokot mondanak. És meg utána a következő napokban is ilyen 20 fok körüli. Úgyhogy baromi jó lesz. Szia, Kati! Szia, Milán! Szia, Wizard! Szia, Kecske! Úristen, na jó! Nem népszerűsítek senkit, mert csomó embert felsorolhatnék. Hú, gyerekek! Ma még nem PUBG-ztam. Egyáltalán. Úgyhogy nem tudom, hogy fog menni a játék, de remélem, hogy első játék alkalmával jól. Általában az szokott jól menni, úgyhogy. Egyébként meg hívtam Zsömit is, hogy duózzunk egyet, de most válaszolt live előtt, hogy nem hiszi, hogy jön. Úgyhogy szóló mindenképpen, ez van. Szóval nálatok volt villámok, mert nálunk csak mennydörgött. Hát a mennydörgés szerinted mi okozza? Szevasz, Enoch! Hello! Szia, Normandy man! Úgy gyerekek, hogy ez hogy fog menni? Én már előre félek. Megint kisebb labban játszok egyébként, megint másik monitor nélkül. Zsömi, nem tudom, mi van Zsömivel. Vagy egy másfél órát vártam, hogy válaszoljon. De csak most így a live előtt szólt. Úgyhogy nem tudom. Lehet, hogy benéz a live-ba, mármint nézőként. Na mindegy, majd meglátjuk. Na, de hova menjünk, srácok? Mit szeressünk? Kezdetnek valami laza kéne, mondjuk egy Milta, talán. Ja, remélem, hogy a overlay-et nem takarnak is semmit egyébként. Ha valami zavarom, akkor szóljatok, jó? És akkor átpakolom. Tudom, hogy az életerő csíkom az pont, szóval na, az a cucc, az a donation, akár micsoda, vagy csíres akármi, az ott van a HP-m csíkja fölött, tehát mindegy. Nagyon zavar vagy egyébként? Ránézek már. Hát pont eltakarja. Pont eltakarja. Jó, majd akkor áthelyezem valóban. Csak most már kiugrok. Jaj, baker! Basszus, Miltát jelölöm ki, de amúgy végig ez volt a fejembe, hogy ide kéne ugrani. Úgyhogy most jól összehoztam. Mindegy, most már akkor jövök ide. Az kész. Basszus. Ismerem a Yu-Gi-Oh kártyajátékot, nem, de ilyen nével valószínűleg valami animés cucc. Szóval nem is szeretném nagyon megismerni. Csabi, zavaró vagy! Na jó van! Mondod ezt azok után, hogy ma hányszor kilöktél, meg akadályoztál a forgalomban. Na jól van! Na szép! Ja Istenem, milyen dalt kérsz? Milyen dalt kérsz? Gyorsan ki vele! Opa, kis beszaggatás. Nem is hiszem, hogy jött ide valaki. Jó, Tommy Gun. Jó, ezt majd később. Na, megvan már, milyen dalt kérsz? Nem, ezt oda. Ez kellett később. Ez lőszer. Abba, van itt valaki. Nem ismerem azt a számot. Egyáltalán nem ismerem azt a számot. Úgyhogy valami más kérje el. Ezt inkább lecserélem.
Van itt srácok valaki. Most arra van, hogy rá kéne menni. Csak nem tudom, tudod-e valami fegyvert szerezni, viszont ez nekem tökéletes lesz. Oké, kéne valami szkóp rá. Na, szóval ezt a dalt nem ismerem, úgyhogy valami más kérje. Találj ki valamit. Az, hogy nem tudom most, hogy csávó hol van. Na mindegy, akkor is megyek. Ott volt fönt, azt tudom. Mert ott tört. Úgyhogy hallottam valami lépést, nem? Na jó. Mamma mia, azt se ismerem. Tudom, hogy egy híres dal, tudom, hogy van ilyen dal, de most a dallama az nem ugrik be. Mamma mia-ból nekem a izé ugrik be. Mamma, 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 Maria, mamma, mamma. Ez szóval, ja. Furcsa ez a kijelölés egyébként, srácok. Kéne már valami izé is. Basszus, kéne valami táska. Ott van. Ott a táska. Ott az Extended Migmag. Jó, a csávóval lehet. Ebben mondjuk nincsen lőszerem elég. Francba. Nem tudom, hogy hol a csávó. Ez így szívás gyerekek, viszont nem ezzel fogok lőni, hanem ezzel. Mász már ki! Mi van már? Haló? Ennek se volt táskája, gyerekek. Ez mi? Na jó. Na, szóval. Jó, Anna, de most ne te kérj el, nem neked kell kérni. Nem te vagy a soros, viszont ez már nem kell. Azt hiszem, ezt is eldobom. Ha, gyerekek. Ezt még fölveszem, ezt is. Meg ezt is. Meg ezt is. Basszus. Kéne valami nagyobb táska. Hát lehet, hogy abban nem lesz, mondom, abbától én az abbát nem is nagyon szerettem soha úgy igazán. Megmondom neked őszintén. Bár volt egy zenéjük. A Waterloo, igen, a Waterloo, most beugrott a neve, a címe. De annak is csak a refrényét tudom, és annak se tudom a szövegét. Az is csak így, akár azt nem kell lószar. Szóval annak sem tudom a szövegét, annak is csak a dallamát tudom nagyjával. Szia Pistitar! Money, money! Money, money, money! Na, 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 na! Na, 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 na! Ennyit tudok ebből is. Most elégedj meg ezzel. Sajnos nem megy több. Na. Jó, akkor ez már nem kell. A csipodat azért meghagyom még, hát a kell később. Csabi, a mai live-ban énekelni fogsz általam. What? Nem értelek. Megnézem ezt a házat, srácok, mert lehet, hogy a csávon még itt elhagyott valamit, ami neki nem kellett. Mondjuk egy umba reménykednék, vagy nem is itt volt a csávó? Itt zárva vannak az ajtók. What? Akkor viszont lehet, hogy tényleg érdemes körülnézni. Money, money, money. Elég lesz. Én is ebbe reménykedtem, hogy ezt mondod. Ha az lép, na az viszont jó. Na 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 na. Na 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 na. Ja, és srácok, nem is mondtam, újra fel lettek töltve ezek a kulcsok. Megint van 10 kulcs, amit meg tudtak venni 250 babért. Úgyhogy lesz miről válogatni, vagy hát igazából random. De megint tudtok játékot kérni, akinek kell esetleg. Ezek kis játékok, nem ilyen nagy dolgokra kell gondolni. Na bazd meg! Csabi, Csabi, Csabi. Na, így. De azért mégis a kis játék. Tehát na. Úgy azért van. Jó, autó is akkor oké. Na. Akkor megnézem még ezt a kis setet. Aztán keressük valami járművet, mert ez így nem lesz jó. Amúgy hol a kör? Oh my god. Jó.
Igen, Stream Elements, kecske. Money, money, money. Ott a kocsi. Jaj, de jó nekem. Kéne még valami szope. Most azért megyek be inkább a körbe. Na, azt mondja. Jó, én még úgy közvetek a házakat megnézem majd. Itt a oldalt. Köszönöm a követést. Szevasz, Nikó. Hellóka. Ja igen, most már, látod, na ez a baj. Valami dal belemegy a fejembe, akkor aztán onnantól kezdve órákon keresztül. Csak az. Mondd, hogy itt nem vagy senki. Úgy tűnik, hogy nem. Jó. Grenade. Grenade, take cover! Na várjunk. Mindegy, van kettő igazából, ennyi is elég, bőven. Viszont a lőszer az kellene, viszont ebből ez sok. Úgy. Ezt fölvesszük és vissza a maradékot. Na itt is van még lőszer. Ez a kettes, vagy az egyes társ, ez nagyon karcsú gyerekek, ez annyira nem jó. Ez annyira fos. Jó van, mindegy, eldobom ezt. Jó, mindegy. Így marad. Ugye itt a kör. Lúc nem lesz. Srácok, a lúccal én már szakítottam, úgymond. Megszakítottam vele a kapcsolatot. Mert az a baj vele, hogy egyrészt igazából nagyon keveset kap érte a youtuber. Tehát igazából annyit nem ér, amennyit kitakar a live-ból. Kettő pedig utólag is ugye ott van. Ez extended? Extended. Szóval nem éri meg. Tehát egész egyszerűen túlságosan sokat veszel a live-ból. Utólag is. És ugye utólag semmit nem kap érte az ember. Hiába marad benne a videóba. Úgyhogy szerintem annyit nem, úgyhogy nulls nincs. Nem ért, egyszerűen tényleg nem ért annyit. Ó, kettes veszt. Ó, de jó lenne egy kettes táska is most már végre. Itt a kör, fasza. Jó, hát akkor hát a hidon. Ajajajajaj. Ja, Nikó, igen. Már ha tőlem kérdezed. Most is be van borulva egyébként, tiszta, sötét kint az idő. De borús meg minden, meg törgött villámlat. Szevasz, Márk. Jó, köszönöm. Annyi, hogy melegen van. Nagyon. Ott egy kocsi. Anyád picsája, Nokedli. Ja nem, Jokedici. Bocsánat. Nokedlinek olvastam. Jó, örülj magadnak. Örülj magadnak, te. De érted, neki megyek az autónak, azt nem löki el, és nem löki neki a... Na mindegy. De ha én álltam volna ugyanígy, akkor viszont biztos neki összejött volna. Na mindegy. Így is, úgy is Nokedli. Hát azt nem tudom. Mi a szarnak átadna, mindegy. Jaj, gyerekek, nem baj, hétvégén, vasárnaptól olyan jó idő lesz, úristen, annyira várom, komolyan mondom nektek, hogy így naponta, vagy 20-szor megnézem az időjárás jelentést, így előre, hogy mennyire változik, és mint hogyha egyre hűvösebbet mutatna mindig. Na, megint elancsál, most örülnék azért, hogyha itt is esne az eső, játékon belül, meg lenne a feelingje. De várom azt a 20 fokat. Hú, gyerekek. Ácsón várom. Ácsón. Ez volt a próbakör. Így van. Jó mondod. Hát akkor feküdjünk le ide. Jó. Na. Na. Mi van? Kijavították. Kijavították. Nem ár. Nem ér. Ne már, kijavították gyerekek, nem tudok bibikókázni, na mindegy. Na nézzük. Lipovka, Severny, esetleg jó srác hely.
Vagy pocsinki. Na mit szeressünk? Megyek most Lipovkába, szerintem. És akkor go. Eszembe jutott amit Kacsa Picture csinált, a Csabinyó újabb kalandjai című animáció. Mármint miről ugrott be? Csabi, nyáron hol tudok nyaralni? Srácok, én 28 éve nem voltam nyaralni. Hiszed vagy sem, 28 éve sehol nem voltam nyaralni. Annak idején azért nem, mert a családunknak nem volt pénze. Már 1990-ben voltunk utoljára nyaralni. Akkor voltunk Balatonon, meg Faddomboriban. Akkor egyszerre két helyen is, egy nyár alatt. Az egy baromi jó nyár volt egyébként. De amúgy már nem voltam nyaralni. De amúgy már nem is nagyon vágyok rá, megmondom neked őszintén. Na mi van, haver? Ketten leszünk? Vagy jött még valaki? Ott van még valaki. Jó, hát akkor... Töltsd be a fegyvereket, kérlek! Ez az. Ott a... nem. Hát picsálja, ha már nem tudlak másképp megölni. Na jó, egyik kifújt, a másik elhúzott. Úgyhogy igazából... Benne nem volt semmi, ugye? Ja. Jó. Ezek a lep meg volt. Remélem, hogy a szangárt megnézte és nekem nem kell. De jó, hogy felvettem ezt a shotgunt. Éreztem, hogy kell az. Ez a fegyver amúgy jó, de amúgy nem. Tehát jó, de nem. Értitek? Oké. Okay. Hát, semminél jobb. Ezt a fast úgy rühelem egyébként, ezt a fegyvert. Anyi! Nyád. És ez honnan az atya úristenből? Hát nem csak ketten voltunk a városba? Basszus. Á, gyerekek, ezt a pekhet! Jaj, béke! Ne haragudj! Szóval kértél dalt. Jó, hát gyerekek, amikor action van, vagy valami, akkor nem tudom figyelni a csetet, akkor ne is várjátok meg, amíg szünet van. Tehát ilyenkor például, és akkor tudom figyelni a csetet, de játék közben nem nagyon. Szóval, nem csak a 20 éveseké a világ. Az mi volt az a menü? Láttátok? Ezt szerintem én nem láttam még ezt a billentyűzetet, vagy mi volt. LOL. Na szóval. Nem csak a 20 éveseké a világ. Vagy hogy is van a szöveg? Nem csak a 20 éveseké a világ. Nem, Deni. Hogy is van? Nem tudom a szövegét. Azért nem tudom a szövegét. Jó gyerekek, ez az éneklés most nem megy nekem. Lehet, hogy most inkább hagyni kéne. Nem ugri be a szövege. Nem csak a 20 éveseké a világ. Nem, de még poroszkál. Nem, de néhány korosztály. Nem csak a 20 éveseké a világ. Hopp, hopp. Na, tessék. Ennyit tudok belőle egyébként. Valaki kérdezte, hogy próbáltam a mobilos verziót a PUBG-ból. Egyszer próbáltam. Hát, megmondom őszintén, egy nagy kalap szar. Utáltam, tehát irányíthatatlan fos. Te mondjuk nekem minden játék, ami egyébként ilyen lenne, mint a PUBG, az nekem irányíthatatlan. Baromira. Semmi más nem játszok telefonon, csak kártyajátékokat. Mondjuk azok jobban le is kötnek egyébként. Bocs, hogy megkérdezem, de csak a videózásra foglalkozol? Igen. Most már csak azzal. Régebben weboldalakat is szerkesztettem. Megrendelésre. De hát ahhoz az én tudásom az nagyon kevés volt. nem is volt értelme azt csinálni, úgyhogy ja. Kedvenc PUBG live-om lesz ez, már érzed. Hát igen, mert... énekel ez a barom, már hogy én. Ez a szöveg.
Ez a szöveg. Ja, hát igen, nem pont ilyen volt a szövege békön, valami szót az elején, nem, rosszul mondtam. Szegény Aracki. Már az sem él. Ja, gyerekek, rohadt meleg van. 47 joiner, na jó van. Leave match. Valami nem adja be. Nem tudom, mint hogy a kevesebb játékos lenne a PUBG-ba egyébként. Amilyen sok frissítés érkezik, annál kevesebb a játékos. Na tessék, most meg buzi a szerver. Volt már olyan pillanatod, amit a YouTube-os karrieredben letagadnál? Hát most lehet, hogy csalódást fogok okozni. Néha a kalandorokat a pokolba kívánom, még most is. Hogy őszinte legyek. Mert annyira azzal azonosítottak be engem, hogy tehát szinte belettem skatujázva, hogy a Csabi nyom, akkor kalandorok. Márpedig nekem nagyon sok más videóm azon kívül, sőt a legtöbb videóm nem kalandorok, ugye? Meg nem csak Minecraft. Úgyhogy a kalandorokat lehet, hogy most már nem vállalnám be újra. Sokan írják, hogy legyen negyedik évad, megint, meg mit tudom én, nem megint, hanem szóval legyen még egy negyedik évad. De biztos, hogy nem. De a pokolba kívánom ilyen szempontból. Nem. Bőven elég volt belőle ilyen sok idő. Én tudok olyat, amit Csabi letagadna. Tényleg, Bacon? Na és mi az? Nem kell Yu-Gi-Oh, hogy nem lesz kalandorok. Én abszolút nem bánom. Én már a harmadik évadot sem akartam megcsinálni egyébként, de ezt már sokszor elmondtam. Az csak azért lett elkezdve, mert ti annyira akartátok. Úgyhogy ennyi. De igazából nekem már az se kellett volna. Megint csak 45 join-et. Gyerekek, mi van a szerverrel? Nem tudnak följönni az emberek? Vagy tényleg ennyire kevesen játszák már a PUBG-t? Vagy most mi van? Na jó, akkor megint leave match. Jaj, Bacon. Igen. De az live volt. Server nem túl bazi. Mi az Isten van? De az csak egy live volt. Szerencsére csak egy. Meg egyébként, hogyha valamelyikötök megírja, hogy melyik volt az pontosan, vagy elküldi a linket. Mert én most már nem tudom, melyik volt. Szerintem a címbe sincs kiírva, vagy ha igen, akkor gyorsan fogom írni. De mindegy, akkor biztos, hogy fogom, és privátát teszem azt a videót. Mert arra nem vagyok büszke. Ilyen emberekkel mutatkozni, gyerekek, mint ilyen gyökér, Dream Devil, meg a többi, hát ilyet nem. Ah, kis víz. A kis Mikmak, hú, de régen láttalak, szia! Gyerekek, ez mi? Nem tudok meccset indítani, hát mi van már? Na akkor restart lobby. Nem akarok számokon játszani, nekem az nem annyira jön be, nekem ott túl pörgős. Akár robásokat, mindig van valaki, nem. Csabinyó, a Steam kulcs kb. Hány eurós játékot ad? Ezek kis játékok, srácok. Ezek ilyen nagyon picike, 1-2 eurós max, tehát egy játék max 1-2 eurós. De talán még annyi sincs. Na itt van, ez mi, gyerekek? Ezt eddig nem is láttam. Mi az Isten? Hát, jó van. Jó tudni. Nem hiszem, hogy átmentek volna. Miért mentek volna? Figyelj, aki a PUBG-t szereti, az a PUBG-t szereti, az miért játszana más? Szóval érted? Na, tölts már be. Úgy gyerekek. Na ez az, 87. Csak megveszünk most már. Jaj, Mr. Plaza, ne is mondd, az ember, úristen, kibaszott nagyon csalódtam benne. Nekem ismerősöm volt Facebookon, meg úgy nem volt vele semmi gondom soha, de megmondtam nekem múltkor, hogy ne haragudj, öcsém, én téged töröllek Facebookról, mert én nem szeretnék ilyen ismerősöket magamnak. Leírtam neki mindent, úgy, ahogy kell, annyit reagált rá, hogy oksa hali. És ennyi. Én nagyon csalódtam benne. Tehát nekem az, hogy ő, az a baj egyébként, srácok, hogy ezek a videósok,
akiket ti most írogattak, és én direkt nem mondom ki a nevüket. Ezek bekerültek egy olyan baráti körbe, akik ilyen egy kaptafa. Tehát egymást húzzák a hülyeségbe. Egymástól tanulják a hülyeséget, és így esélyük sincs kikerülni ebből az ördögi körből. Ez itt a probléma. Pedig lehet, hogyha teljesen más ismeretségi körbe kerültek volna, akkor lehet, hogy tök jó arcok lettek volna. Illetve volt is ugye némelyikőjük, addig, amíg bele nem került ebbe a körbe. És aztán onnantól kezdve el lett baszva az egész, és én egy kaptafa. Úgyhogy ja. Volt Dominik, nem vagyok rá büszke, arra tényleg nem vagyok. Békön jól írta. De hát akkor még nem volt ilyen egyébként, azért azt hozzá kell tegyem, amikor ezt csináltuk nyilván, különben nem lett volna vele live, egyértelmű. Köszönöm szépen a követéseket. Ú, srácok, látok? Hát a izé nem megy. Az a kis program, hol van? A Stream Labels program nem megy. És így nem váltakozik a se a feliratkozó, meg se semmi. Na, így. Jó, de hova menjek? Na, megyek ide. Pam pa 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 pam pa pa pam. Gyerekek, a szerencsejáték rossz, érted? Nincs báb, nincs húzlet, gyerekek, nincs báb, nincs húzlet. Megtaláltad a videót? Jó van akkor. Kár, hogy neked moderátorként a YouTube-on nincs jogod ahhoz, hogy privátá tedd. Most megengedném. Egyébként a múltkor e-mailen beszélgettünk a Discord Jaj, bazd meg! Már bocsánat! Ne haragudj, már az a baj nekem, hogy megnézem a leveleket. Ó, szia zsömikém! Szóval az a baj velem, hogy megnézem a leveleket, és sokszor az van, hogy na, akkor erre most azonnal kéne reagálni, de van, amikor nincs kedvem. És akkor mindig halogatom, hogy na, akkor majd válaszolok, és akkor eltelik pár nap, mire eszembe jut, hogy basszus, nem válaszoltam. Vagy az illető ír még egy e-mailt, hogy na akkor most mi a válasz, és akkor mindig eszembe jut, hogy bakker, tényleg, már megint nem válaszoltam. Úgyhogy plazma, megbeszéljük ezt még, jó? Most mondanám, hogy írj egy levelet megint, de nem tudom, hogy mennyire lenne értelme, nem tudom. Majd meglátjuk, jó? Nem vagyok ellenére egyébként, csak mondom, ilyen feledékeny vagyok. Stream Elements. Nikó, várjál, megnézem, mit írtál. 2016 nyarán találtam rád, horrorabb végigjátszásaidat, játszást kerestem, aztán még több videót néztem tőled, és akkor mondtam azt, hogy na ez igen, ez igényes tartalom, azóta nézlek rendszeresen. Köszönöm szépen, Nikó, viszont srácok, nincs beállítva még mindig a Stream Elements, ezért ha nagyon hosszan írtak, azt ő valamiért spamnek veszi, és letilt. Úgyhogy próbáljátok röviden fogalmazni, vagy akár több mondatba is, akár. Tárasz be, köszönöm szépen. Na, zsömikém, akkor nem gondoltad meg magad? Még mindig nem vagyok ellenére, hogy gyere játszani velem, duozni. Most az úgy adná. Nem kötelező persze, csak hogyha van kedved. De ha igen, akkor írja izén, cseten, mert akkor itt vagyok fönn a saját DC-men, és akkor átmegyek. Vagy hát majd behúzok ide. Hozzám. Pam pa pa pam pa 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 pam pa pa pa. Egy kis füst. Na még egy kis shotgun. Cucc. Hát gyerekek, ez nem igaz. Jó, én megnézem ezt az ajtót, de ez csak kifele vezet. Jó, mindegy. Na akkor átmenjünk a többi épületbe. Nemrég ébredtél, most vacsizol. Szóval egyen csak toljad. Jó, oké. Oké, Zsömi, jó étvágyat kívánok. Meg jó reggelt, vagy nem tudom. De hogyha utána meggondolod magad, akkor szólj, jó? Itt meg már kivezet, kiárat van, na csak kinyögöm. Aki most itt a live vannak, üdv, érezze jól magát, nem maradt le semmilyen csirkéről, nem is fog szerintem, ahogy ismerem magam. Az nem kell. Hát gyerekek, ezt nem hiszem, csak shotgun. Na jó. Hoppá. Ott egy kettes tatyó, na végre. Jó, M16. Kasza. Pam 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 pam.
karácsonykor. Csak éppen ump nincs, pedig nekem ump kéne, most mindenképpen. Mert az ump az jó. Köszönöm szépen a hostot. Gyerekek. Ott a négy szereszkóp. Köszönöm szépen. Na, ez így már szimpatikus. Jó. Több lőszerem kell. Messze kell. Jó, az viszont kell. Csabi, szerintem elírtad a follower bónusz a baboknál, hogy tényleg 100 babot akartál? Tényleg annyi, 100. De ez csak egyszeri, tehát egy követés, az 100 bab, és utána hiába követsz újra, aztán már nem fogod megkapni. Tehát ez nem olyan, hogy 10 percenként kapsz 100 babot békön. A followereknek pedig 500 bab jár. Ezt nem viszem, mert kell mondani később egy másik fegyóhoz. Meg ez is kell. Hopp, up francba. Na mindegy. Pa-pa-pam-pa-pa-pam-pa-pa-ra-pa-pa-ra-pam. Ja, na ez meg volt, srácok. Akkor go tovább. Gyerekek, kell egy ump. Mert ump nélkül nem jó. Ump nélkül nem jó, nem jó. Ez is kell, majd az umphoz. Jó, mindegy. Itt még nincs semmi. Oké. Okay. A followerek 500 pontot kapnak, igen. Tehát, de ezt csak egyszer is rácok mondom. Tehát ha, mit tudom én, nem followert mondtam? Hülye vagyok. Na, tehát a feliratkozóknak 500 bab jár a szubért, így van, ahogy Bacon írja, és 100 jár a követőknek. Csak hülyén mondtam. Egyébként meg igen, ott van kiírva minden az infoboxban, srácok, lenne a paneleknél, csak el kell olvasni. Jó, ezt lecserélem ezt a shotgunt, nem, már nem kell. Azt rá. Ez mi? Az nem kell. Mennyi volt a néző rekord? 132? Egyszerre? Azt hiszem annyi. 132. Most nem tudom, most mennyien vagyunk, srácok? Ott volt valami cucc, na mindegy. Itt meg már jártam, baszki! Aki hamarabb... Nem, sajnos az nem kap, srácok. Ez egy ilyen, de nyilván ez egy ilyen dolog, hogy nyilván ugye egyszer be kell állítani azt is. Szóval az most kimaradt, de itt is jártam már, vagy nem, várjál, nem... Kizárt. Itt én nem voltam, srácok. Itt én tuti, hogy nem voltam. Ideig el se jöttem. Valaki más is van rajtam kívül. 82 néző? Oh my god! Köszönöm szépen, srácok. Meg vagyok lepve. Azt hittem, hogy írtok ilyen 40-50-et, de nem. Igen, srácok, a mikor lesz kérdéseket hanyagoljátok, mert annyiszor elmondtam már hogy ezt nektek, hogy ez nálam kedvfüggő. Most például volt kedvem PUBG-zni, akkor PUBG-zok. Értitek? Tehát ez nekem abszolút kedvfüggő. Végül az újrafálogolás nem segít elvileg. Jól kéne itt jönni. Ó, menj már! Szevasz Sikihun, illetve Rainfúria, mindenkinek szevasz, aki most jött. Ja, ez jó, jó kocsi. Ott fityeg a dobókocka, mint két ere. Na mindegy. Oké, okay, le kéne mennem. Wow. Óvatosan. Oh,
Anyád! Ne, 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 ne! Hát ezt nem hiszem el, sráncok. Nagyon jó. Ó, bakker, hogy ilyen semmi helyen borul föl. Jó van, nem baj, itt van a kör szerencsére. Mikó lesz kérdés? Mi van, kekszes csaj? Hát miért nem, nem olyan volt? Ú, srácok, ott micsoda lövöldözés megy. Ja, mondjuk innen akkor se lődnék rá, ha látnék valakit. De rohadt messze vagyok. Ismét köszönöm a követéseket. Srácok, vagyis követést. Én még most értem egyébként, hogy miért duplázza meg ezt a hangot. Na de mindegy. Mert ugye csak egyszer kéne lejátszania. És nem jöttem még rá a megoldásra, pedig néztem. Jó, na nézzük csak. Itt vajon voltak? Na, hello. 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 Sehol semmi, gyerekek, nem már. Á. Hallottam valamit? Majd meglátjuk. Köszi a követést ismét. Ott is táska. Akkor itt viszont nem voltak srácok. Akkor ez kell. Ó, kis painkiller. Az is kell. Ez pedig alkalmaz. Nem kell. Na, szupresszor. Teljesen jó. Kocsi. Ugye itt a kör. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Ezt meg akkor is el tudom nézni. Belefér. Aj, umpocskát kérek. Umpocskát, umpocskát. Na jó, várjuk. Mi nem kell? Ez már nem kell. Ezt fölteszem oda, ne foglalja itt a helyet. Jó. Meg, mindegy, ezt meghagyom, hát kell majd később. Ezt oda föl, jó. Na gó be a körre most, ha tényleg. Nem lehet kormányzással visszafordítani, mint GTA-ban? Ja nem, nem, nem. Itt nem jön a kocsi, sajnos. Teljesen más a fizikája. Anyád! Bazd meg, de beértem a körbe. Jó, a cél teljesített. Kész, megvan. Azért megnézem, hogy honnan kempelt le ez a gyökszi. Á, gyerekek. Jesus. Cseresznyékre gondoltál? Igen? Te így hívod? Jó, oké. Nekem mindegy. Megijedtem, srácok. Te is? Jó, akkor ketten vagyunk. És ott futok, ott vagyok, ott vagyok, ott vagyok. És bemákol a kétszeres kóppal. Menj már, maki fejű. Hagyjad már magad. Úgy gyerekek, ez megint nem adja. Ebből lehet, hogy megint uninstall lesz egyébként. De jó, hogy fel tud idegesíteni ez a játék. Most már egyre rájöttem egyébként. Most, hogy elkezdtem GTA-zni sokkal rendszeresebben, úgy, mint régen. Tehát olyan sokat. Szóval rájöttem, hogy engem jobban szórakoztat a GTA, mint a PUBG. Ez a helyzet. Sokkal jobban élvezem a játékokat, mert ott legalább van sikerélményem. Versenyzek, meg ilyesmi. És hát azt nem mondom, hogy minden alkalommal első vagyok, de azért a dobogon általában ott szoktam lenni. És sokkal több a sikerélményem. És egy játéknál baromira kell a sikerélmény. Ebben meg nincs. És egyre kevesebb kedvem van ezzel játszani. Tehát most például a Life-ig nem is játszottam. Ugye mondtam az elején, hogy első játékom lesz ma, mert addig is GTA-ztuk a többiekkel. Tíz perc és énekelhetsz valami retrót. Ajjaj, már megint? Igen, ez Cobretti, neked mondom, igen, teljesen így van, teljesen különböző a két játék, egyértelmű. Csak mondom, hogy ha sikerélményt nézzük, akkor a GTA-ban az abszolút megvan nekem, itt pedig egyáltalán semmi, a legkisebb mértékben sincs. Tehát most már nagyjából ott tartok, hogy mi az Istennek erőltetem, ha egyszer nem megy. Na oké, most már eljátszok vele másfél éve, folyamatosan.
Megint 54 játékos, gyerekekben megint session váltás lesz, vagy mi? Session, na tessék a GTA. Szóval, hogy... Mindegy. Szóval nem is értem, hogy másfél éven keresztül hogy bírtam játszani olyan játékkal, amivel nem volt sikerélményem. Jaj, szegény Nikó, már megint sokat írtál. Szóval, elolvasom azért. Nem, nekem nem az a bajom, Nikó, hogy most meghalok a játékban. Mit tudom, egy csomó lootolás után, mert engem az nem zavar. Egyáltalán nem zavar. Engem az zavar, hogy nem értek hozzá. Ennyi idő után sem. Engem csak ez zavar. Nincs benne meg a sikerélmény. Mert amit tudom én, mondjuk minden körben mondjuk 4-5 embert meg tudnék ölni, anélkül a csirke lenne belőle a végén, akkor nem érdekelne. Akkor nekem tetszen a játék, mert akkor legalább tudok ölni, érted? Még ha nem is csirkéig, de legalább ölni. Nem, Zsami, nem. Hidd el, hogy nem. Nem. Nem, most jelenleg mind a kettőben nagyjából azonos kedvem van játszani, de a GTA jobban vonz. Tehát nem utáltam én meg a PUBG-t, csak rájöttem, hogy fölösleges azt erőltetni, ami nem megy. Tudod, ne fuss olyan szekér után, ami nem vesz fel. De mindegy, a lényeg azt, srácok, hogy ez van. Mindegy, ez van. De most így live vagy, most így el vagyok. Szóval nekem nem is a csirke a fontos, én már rájöttem. Persze jó a csirke, hogyha van, meg az első hely. De jobb az, amikor az ember sokat öl, vagy legalább többet. Mr. Plasma, téged is látom letiltott a Elements, cucc. Szóval a GTA-ban az a rossz, hogy ha szaggat, ilyen van GTX 7-ben van videokártyám. De hogy szaggat olyan kártyán? Hát figyelj, nekem a mi volt az először? 950-en, a GTX 950-en full grafikán ment a játék. 8 giga memóriával. A GTA 5. Hát én úgy játszottam, vagy 2 éven keresztül. Szóval nem tudom, hogy nálad milyen szaggat, de neked ott abszolút nem kéne, hogy szaggasson. Lehet eddig azért élvezted, mert nem ez volt a fejedbe, hogy nem megy. Nem tudom, hogy miért élveztem. Fogalmam nincs. Lehet, hogy csak az újszerűsége miatt, vagy nem tudom. Na de mindegy, akárhogy is, most ez van, aztán jó van. Na, tehát Police Vest, fasza, egy kis P92, és akkor, na Uzi, köszönöm szépen. Hát ott mi? Azt elviszem. Ó, köszönöm szépen, M4. Bum, 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 bum. Na, ez az Nikó. Látod? Ezt mondom, hogy az ember ráérez valamire, fekszik neki a játék, akkor... Mondjuk érdekes ez is egyébként, mert amikor például ugye moháztam, ugye mindig sokszor fölhozom nektek a mohát, hiszen ez nekem egy nagyon meghatározó játék volt az életemben. A mohában én az első... Hát, mondjuk első 3 hónapban egy lámaság voltam. De tényleg. Viszont az első ilyen jellegű játék volt, és ott abszolút nem is néztem igazából, hogy most én hanyadik vagyok. Nekem annyi célom volt minden játékban, hogy legalább annyit öljek, amennyiszer halok. És akkor azt én úgy tekintettem, ezt is elmondtam múltkor, mint hogy túléltem volna a háborút, tehát nekem ennyi célom volt. És ott viszont valahogy kialakult az a fajta ügyesség, ha lehetek ilyen beképzelt, ami kellett ahhoz, hogy aztán én tovább kitartsak a játék mellett. És egy év múlva, a kezdés után egy évvel, hoztam, pontosan egy évvel, erre tisztán emlékszem, hoztam életem legjobb statját, olyan statot, hogy úristen, hát még engem is meglepett. Ott egy év alatt képes voltam megtanulni a játékot, itt másfél év kevés volt ahhoz, hogy legalább egy mit tudom, egy középszintig eljussak. Hopp, sisak. Menj már be az ajtón, te szutyok! A kompenzátor is kell.
Szia Kristóf! Hellóka! Jó, ez kell. Kéne még valami scope gyerekek, mert ez így kevés. Pum, 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 pum. Az mi? Az nem kell. Hát ez kell, amaz nem kell. Sőt, ezt én kicserélem. Érdekek, nincs szerencsém. Nem találok umpot. Hát már a harmadik kört játszom, vagy mennyit, és nem volt még ump nálam. Pedig nekem azzal adja a legjobban. Mr. Plaza már megint letiltott. Gyerekek, próbáljátok... Na tehát. Az a fura, hogy az internetem gyorsan minden, viszont GTA... Miután kidom a sessionből. Hát figyelj, fogalmam nincs. Én soha nem tudnám szintehez kötni az elvárásaim. A PUBG is ilyen volt, mióta játszunk. Van a napok, amikor ügyes van, amikor nagyon nem. Amikor nagyon nem, akkor utáljuk. Heart. Az a baj, Zsami, hogy engem már lassan egy-egy ölés se hoz lázba. Tehát, hogyha most megölök valakit, akkor megölök. Tehát kezd egyre jobban hidegen hagyni, most sikerül vagy sem. Ez a probléma. És az nagyon nem jó egyébként, mert az ember onnantól kezdve már nem tud rá koncentrálni úgy. Hopp, közben a csetet nem láttam. Most már látom. Úgyhogy a... Ú, gyerekek. AKM. Aj. Jó, az se kell. Oké, ez... Sőt, ez is kell, mert nem, nincs valami sok hílem, srácok. Nézd meg, itt is van lőszer, de ump, sehol. Ezt nem hiszem el. Jó, hogy van még két set. Megnézem, aztán húzok be a körbe. Így túloldalán van. És húz a GTA-zgatási kedv. Na mi van? Na végre. Szóval két hete, mikor voltam Milán, nagyon életed. Igen, az tényleg egy jó kör volt, amikor ott játszottunk. Az tény, az abszolút. Akkor adta. De annyira nem csigáltad fel az sem. Zsami, hiszed vagy sem, tehát... Valahogy nem. Nem tudom. Annyira sajnálom egyébként, srácok, hogy ilyen játékok, mint a Moha, azok már ennyire kimentek a divatból, mert azt... Fú, gyerekek. Ha azt még most is játszanák rendszeresen, lennének szerverek meg minden, és nem csak ilyen házi szerverek, akkor az biztos, hogy azt napi szinten órák hosszat játszanám. Valószínűleg a PUBG-t teljesen is felejteném. Békön kérdalt, várjál, automatikus futás visszagörgetek. Hofi, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani. Nem is így van a szövege. Nem. Áramszünet, nem kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Mit látsz a téren, áll kevélyen, talapzatán egy kőszobor? Hogy is van tovább? Ezt szövegeket annyira nem vágom, srácok. Annyira nem vágom, srácok, ezeket a szövegeket. A dalamat az mindig ugye beugrik, de ez így nem. Sokszor összekeverik szegényt. Mindegyiknek olyannak kéne lennie, de én már elengedtem ezt a PUBG esetében. Mármint milyennek, Zsömi? Ezt most nem vágom. Már mire írtad? De majd leírod. Jó, viszont nekem is srácok, kell egy kocsi. Hát kocsi nélkül... Ez itt nem jó, vagy valami jármű. Hát semmi nincs itt. Környéken. Hoppa, vajá! Ja, hogy nincs is szkópom. Ó, bazd meg. Jaj, de jó. Pedig itt szokott kocsi lenni, srácok. Ja, hát igen, jó lenne, ha mindig olyan lenne. Akkor lehet, hogy a több sikerélmény miatt ugye jobban élvezném a játékot. De mondom, egyre jobban kezdem elengedni ezt. Megmondom őszintén.
Most például ugye volt, hogy csütörtökön ugye unin is találtam múlt héten, és kedden raktam föl ismét. Az alatt volt időszak, amikor hiányzott, de úgy alapvetően meg voltam nélküle. Tehát el volt annyi a PUBG-val. Vagy PUBG-val, na mi az GTA-val. Ugye akkor kezdtem megint GTA-zgatni. Mulatost? Jaj, de vicces valaki. Mulatos. Még csak az kéne. Na ne! What the? Na jó, kifagyott a PUBG-m! Ezt nem hiszem el! Zár már be, rányomtam a Send and Close-ra. Aj, most meg tömöríti az adatokat, rohadjon meg, Babi néni. Ezt nem hiszem el, srácok. Zár már... Nem. Rosszra kattintottam. Jaj, srácok. Uploading crash report van. Rosszra kattintottam, és most tölti föl, szóval most meg kell várni. Nem tudom addig újra nyitani. Ezt nem hiszem el. Oh my god, rohadjál meg, te szerencsétlen. Na, ez meg a másik, amit ennyire rühellek ebbe a játékba, hogy ennyi idő alatt képtelenek megcsinálni azt, hogy rendesen, stabilan fusson. Egy olyan játék, amiben már több millió dollár van. Vagy milliárd? Már talán milliárdról beszélünk. Szevasz, Molok! Jó, hát akkor srácok, most várunk. Szépen elindul újra. Aztán mi meglátjuk. Na, elindulsz még ma? Kérlek szépen. Na, most elindult. Csoda. Gyerekek, ezt a fost komolyan. És a kör meg át fog rajtam jönni, mire visszamegyek. És kocsim se volt, semmi. Hát, próbáljuk meg azért. Jaj, de jó, connection failed. Haha, ezt nem hiszem el. Legközelebb versenyzünk, srácok. Mit szóltok hozzá? Na, még egy continue. Legközelebb versenyzünk izébe, GTA-ba. Mit szóltok hozzá? Abba még ti is tudtok legalább jönni. Sikerélmény is van benne. Nem szokott így kifagyni, mint a PUBG. Néha igen, nyilván az is. De hát ez van. Gyerekek. Istenem. Na és akkor most az van, hogy... Nincs kocsim. Na, beadod még ma. Pont egy átlagos PUBG pillanatra értél ide, hát úgy-úgy. Jó, hát akkor fegyver. Hetével aztán haladjunk. Hát gyerekek, ez így kurva jó lesz. Ott egy motor. Jó, akkor ezt betárazzuk gyorsan. Jó, go. Jó, ez szerencsém volt. Áj. Mi a bit? Leszarom. Megyek motorral. Át a hídon. Lehet, hogy szét fognak lőni. De majd meglátjuk. Na, van itt valaki? Sehol senki? Érdekel. Köszi a követést! Hello! Ajajaj, itt lőnek. Ott lőnek, akkor erre megyünk. Jó. Elkerültem őket. Tervezek olyan live-ot, ahol a régebbi GTA-kkal játszok, biztos, hogy nem. Az a baj, srácok, hogy én amennyire szerettem bele a San Andreas-t, nagyon szerettem, nagyon sokat játszottam vele, persze csak single player-be. Most már annyira nem tetszik a grafikája. Tehát... Fú, nagyon nem tetszik. Tehát olyan szinten zavar az a fajta úgymond rossz grafika, ugye a GTA 5 után, vagy nem. Na jó, tehát akkor... Jó, most eljövök egész idáig. Elvileg még benne lesz a szélében az, ahova tervezek menni. De majd meglátjuk, tényleg úgy van-e vagy sem. Hát kurvára nincs benne, úgyhogy akkor... Oda megyek.
Hoppá, neki a fának. Sőt, várjunk. Hát, ha itt se voltak még. Úgy tűnik, hogy nem, mert zárva. Na nézzük. Tehát megint lőszer. Hát, fölteszem oda. Sok értelme nincs, de mindegy. Jó, meg egy kis heal. Csabi, így GTA 5-ödés után én is ezt mondom. Mármint mit? Most már nem vágom, mire gondolsz. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá. Ugye emberek? Jön egy moci. Vagyis most már csak megy. Hey, 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 öreg harcos! Ne feszíts túl az íjadat. Hey, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani. Ez az új fegyver? Skocok! What the fuck? Most ez... What the fuck? Gyerekek, az új fegyver. Ezzel megy. Várjál, akkor ezt kidobom, ez most nem kell. Skacok, az új fegyó. Tényleg, most ugrott be, hogy már ilyen is van. Erre itt van a szupresszor, de sem kérdez, mindegy most már. Azt ez mi, ez sniper? Vagy mit tud ez? Nem. Ez ilyen izé. Ú, de szar. Gyerekek, ezzel még szarabb célozni. Ha nincs oda semmi. Most tegyem át oda, vagy mi legyen? Jó, áteszem, és ki fogjuk próbálni. Na gyerekek, erre kíváncsi vagyok. Milyen fegyver. Pa-pam, pa-pam. Pam-pam, pam-pam-pam. Persze most találok a kompenzátort, mert mindenféle lószart. Ami umphoz kéne. Ja, ez meg már van. Á, gyerekek. Szar, hogy nincsen szkóp egyébként. Mármint valami célzóka. Mármint rendes távcsöves, tehát nem tudom, 4x szkóp vagy ilyesmi. Na jó, van mindegy. Menjünk tovább. Ja, a körbe. Megnézem azokat a házakat. Hallod, a repülőgép hangján változtattak? Más hangja van a repcsinek. Uiiii! Állj meg! Állj meg! Állj meg! Anyád! Ott a izé célzóka. Köszönöm. Na, bakker, gyerekek. Dori kért egy dalt. Jézusom, mit kértél? Nézem, görgetek. Szállj fel magasra. Jaj, de csak azért, mert a múltkor elszintiztem. Tudom én. Szállj fel magasra. Dalom, hódíts meg most a kék eget. Jöjj, kérlek ne menj el, gyere. Hallgass csak az éneket. Kérlek higgy, hogy neked higgyek. Kérlek bíz, hogy bízhassak én. Kérlek szólj, hogy hozzád szóljak. Na 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 na. Száj. Na jó van, elég volt. Remélem tetszett. Viszont nem látom, a csetet megint le kell görgetni. Nem látszik a HP. Ja, tudom. Ja, tényleg, azt át is akartam állítani. Na, várjatok, mindjárt beállítom. Bezár. Pillanat, megoldom. Csak nem tudom, hova tegyem, gyerekek. Aj. Tudjátok mit? Ezt én most kikapcsolom. Ezt én most kikapcsolom. Ezt pedig áthúzom akkor addig ide.
Jó, mondjuk így, jó. Egyelőre, srácok, maradjon akkor ez így. Ki kéne találni neki valami jó dolgot. Jaj, Dori! Vagy nem, Dori! Ne! Ezt, hagyd már ezt a izét! Csak kisüti ezt az avot! Rosszul vagyok ettől. Av! Pont tenap hülyéskedtünk ezzel a DC-n a többiekkel. Ó, a 8-as szkóp. 8-szor. Ott a 8-szor. Na várjál, mit dobja ki, hogy elférjen hozzám? Hát, a kell később. Szóval pont múlkor hülyéskedtünk ezzel, hogy ez annyi borzalmas, ez az av. Ez annyira... Fú... Ne, Zsömi, ne! Ne. Nem el borzalom, tényleg. Hány ingert keltő, az igazság. Na tehát, akkor gyerekek, az umpról nem mondok le, lehet itt felülön bármilyen új fegyver. Mert az ump az egy jó dolog, viszont akkor ezt kidobom. Igen. Hát ha olyan, mint egy macska nyelvon, akkor pláne ne, mondjátok. Mert a macskákat nagyon szeretem, tényleg imádom a cicákat, de a nyávognak, főleg amikor vernyékolnak, hát az rühellem. Amikor bagzanak, tudjátok. Na, várjál. Ebből túl sok van. Jó, és akkor így. Na. Mi volt itt? Ja, izé, jó. Oké. Okay. Viszont mennem kell tovább, srácok. És a legmessze van tőlem a kör. Ezt nem hiszem el. Kéne valami scope. Hogy legalább egy sniper, hogy fel tudjam használni ezt a 8-as scope-ot. Jó, ez már nem. Nem ezt akartam kidobni, baszki. Ja persze, mert most már automatikusan kidobja magától. Jó. Átjött rajtam a kör, de ezt én most már akkor is végig fogom keresni. És tessék, ott is van, srácok. Jó, akkor az új fegyvert meghagyom, de csak azért, mert most kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Ezt oda, és ezt szépen így rá. Köszönöm szépen. Viszont akkor ez se kell már a lőszerből. De jó, gyerekek, már össze-vissza 30 lőszerem van ebben, ez nagyon kevés. Igen, borzalmas, tehát annyira nyálas ez az, annyira idegesítő szerintem. Fú, gyerekek. Általában azok alá a képek alá, ahol látom, hogy ilyeneket írogatnak, én is trollságban mindig beírom ezt az avot, de én így abszolút eltúlozva. De csak azért, mert tudom, hogy az bosszantja az illetőt, aztán hát, ha észreztél, de általában nem szoktak észreszérni. Viszont, Maja, nem itt hagytam az 556-ost? Melyik? Jó, mindegy, leszarom. Hol a motor? Ja, ott fönt. Hát akkor ott baszhatom. Na gyerekek, cseszhetem a motort. Kellett nekem felugratni oda. Nem baj, jött a kocsi. Jó, gyors egy kis heal, aztán go tovább. Be a körbe. Ú, ez most már sebezni fog, srácok. Be is ért. Ú, ez nagyon sebez. Gyerekek, ez nagyon sebez. És ne! Elkúrtam! Hamarabb indultam! Ezt elkúrtam, gyerekek. Elnézést. Benéztem. Kizárt, hogy beérjek. Főleg ilyen terepen. Kizárt, hogy beérjek, paszki. Gyerünk már. Hát nem tudom. Ne, lefagyott megint a... Nem. Lefagyott a PUBG-m, gyerekek! Ezt... Nem hiszem el. Jó, azt hiszem ez a PUBG nálam tényleg itt most már elvágta magát teljesen. Ennek semmi értelme, mert ez nem igaz. Kétszer megfagy egymás után. És... Na mi van? És megint rosszra kattintottam. Megint erre a Send and Close-ra kattintottam. Mekkora fos... Gyerekek... Lehetett hallani a hibaüzenet hangot is? Hát... Ezt nem hiszem el. Komolyan. Komolyan. 81 néző ráadásul. Hát akkor minden 81 nézőtől tényleg elnézést kérek, srácok. Erről nem tehetek. Ez a PUBG ilyen. Ugye ma jött egy frissítés egyébként, azt tudni kell.
Azért ilyen nem volt még szerintem, hogy kétszer egymás követően ilyen sűrűn fagyjon ki. Lehet, hogy most a frissítés valamit bekavart, nem tudom. De hát ez... Nem baj, indítottam, srácok, türelem. Ez van. Nem tudok vele mit csinálni. Ez a legrosszabb egyébként, amikor live-val csinálja ezt. Mert ha még az ember játszik és így kifagy, hát kit érdekel, tudod, de... Az, hogy emiatt így megszakadjon a live, úgymond... Á, gyerekek! És pedig szerintem be is értem volna, hogy volt nálam még egy first aid, épp meg akartam volna állni, healelni. Jó, most teszek izét, szánhokot is, hát a beadja. Szóval meg akartam volna állni, healelni, de már nem adott rá időt a játék. Csipesztó írja, hogy neki is kifagy, kikressel a játék folyamatosan. Akkor ez úgy látszik megint csak egy ilyen PUBG bug. Hát ez hihetetlen. Szipua, oda legörgetsz a panelekhez, a live alatt találsz egy panelt, hogy babok, és ott elolvasod. Így van. De gyerekek, fogjátok már meg, hogy minden egyes adott videóhoz, vagy éppen live-hoz tartozó információt megtaláltok a YouTube-on a videó leírásában, vagy a live leírásában, alatta. Itt pedig a izé alatt, a stream alatti, a paneleknél. Ezt nem tudom, mi lehet megszokni. Tehát olyan sok fölösleges kérdést lehetne elkerülni, ha mindenki nézni ezeket az info dolgokat. Vagy éppen YouTube-on a rögzített komment, ugyebár, az is erre van. Akár hogy görgesz lefele, a rögzített komment az mindig a tetején marad. Tehát még csak keresgetni se kell. Annyi kérdéstől meg lehetne kimélni a videósokat. Komolyan. Meg hát saját magadnak fáradtság. Most nem írod be, meg ilyenek. Amúgy valaki telefonon az alkalmazáson belül, hogy belül az infoboxot hogy kell megnyitni? Hát, azt nem tudom, telefonon. Telefonon nem nagyon használok ilyesmiket. Úgyhogy, ja. Szállj, szállj, szállj fel magasra. Na most be lett volna kapcsolva a szintidóri, a szintetizátor. Annak mondom, aki nem érti. Akkor most mehetett volna azzal együtt is. Na jó, szállhok, hú gyerekek, de jó, hogy a repülőgép pont itt megy, és pont itt megy, ahova szoktam ugrani. Hát akkor hova menjek? Nem tudom. Megyek ide. Na majd Dóri legközelebb, jó? Át fogunk csapni ilyen PUBG Live-ból ilyen szintizős live-ba. Hát igen, de ha szóltál volna előre, akkor nem lett volna meglepetés. Nekem. Csabi, öt papírt bekapcsolod a szintit. Figyelj, neked ingyen is bekapcsolom, figyelj! Várjál! Figyelj! Bekapcsoltam. Igaz, hogy le van takarva, hogy ugye ne porosodjon fölöslegesen, de bekapcsoltam. Ingyen is. Még babotba se került. Mr. Plasma, amúgy most készül neked egy horror pálya az AVM-be, ez már jobb lesz, mint az előzőek. Köszönöm szépen előre is, várom a pályákat, srácok, mert sajnos egyszerűen nincsenek jó pályák, tehát nagyon sokan próbálkoznak, látszik, hogy tényleg minden tőlük teletőt megtesznek, de sajnos nem elég jó pályákat küldenek. Legutóbb is azért nem volt, mert egyszerűen nem volt rá pálya. Viszont egy srác, van egy külföldi horror pálya, és egy srác az megcsinálta hozzá nekem a magyarítást, tehát ő teljesen lefordította, nagyon sokáig tartott állítólag a fordítás, de megcsinálta nekem azért, hogy ki tudjam játszani. Le is töltöttem, szóval, hogyha majd lesz egy olyan időszak, amikor nem lesz ilyen rohadt nagy hőség, itt az új fegyver megint, akkor ki fogom játszani facecammal együtt, mert ugye az csak kell facecam, és akkor lesz majd horrorpálya végigjátszás, YouTube-on. Na. Igen. Itt az UMP. Jó, akkor az M4-et lecserélem. És akkor ez most nem fog kelleni. Jó van, kecske, akkor köszi, hogy itt voltál, és nézted a live-ot, ameddig tudtad. Jó, kéne még egy scope. Várjunk, megint M4.
Nem tudom, hogy ez az új fegyver, ez jó, tehát ezt célszerű megtartani? Mert oké, hogy új, meg minden. De hát na. És amúgy szerintem meg ide, srácok, nagyon nem jött senki. Extended, köszönöm. Mász már be! Mellény, az se volt. De volt, kettesen volt, de hülye vagyok. Itt már megint lőszer. Na jó, most már ennyi csak elég lesz. 180 plusz 30, bőven, 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 bőven. Na, mindegy, azt még fölveszem. Az oda. Ha nem akar facecamot, akkor nem ez facecam. Hát, igen, nem szoktam facecamot tenni utóbbi időben, srácok. Mert minek, ha szarul nézek ki alapon. De hát azért egy facecam, tehát a horrorpályákhoz a facecam azért az kell. Tehát mi van ott, hogyha fontosak a reakciók, fontos, hogy ki hogyan reagál rá, megijedés, meg ilyesmi, tudjátok. Úgyhogy, ja. Na jó, ezt kidobom. Na jó, ezt meg átteszem ide. Ja. Örüljetek, hogy legalább van live ebben a nagy melegben. Hát még a live az csak-csak. De a videózáshoz, gyerekek, olyan szinten nincs hangulatom egyszerűen, hogy ez valami hihetetlen. Na, half-grip, tessék. Köszönöm szépen. Egy kis cucc. Itt meg már ugye voltam, akkor elmegyek a másik irányba. Köszönöm a követést. Itt már jártam? Nem, itt nem jártam szerintem még. Ott viszont jártam fönt, azt hiszem. Kettes tatyóna végre. Szupresszor. Gyerekek, nem találok szkópot, hát mi van már? Most komolyan. Ez jó. Ezt kidobom, ez már nem kell. Egyébként ebből is... Na mindegy. Elfér. Jó étvágyat, Bence, neked. Kajához. Oké. Okay. Mondjuk már az a csoda, hogy legalább umpon van. Ugye eddig az se volt. Ajtót akartam kinyitni, nem a izét fölvenni. Grenade, take cover, és nem férek el. Jó, akkor ezt kidobom. Mondom, ezt kidobom. Még most se? Ja. Az nem kell. Ú, srácok, ki ne izé. Jó, megnézem itt a partot. Red dot. Ohoho! Kétszeres, vagy kétszeres isak? Na mi az Isten, szóval kettes isak? Kétszeres isak, Jesus! Megint gránát, az nem kell. Most hát tényleg csak egy scope kéne. Ez itt nem jó. Gyerekek, nincsen scope. Hát, ezt nem hiszem el. Painkiller. Nem! Ez itt mi volt? Ja. Gyerekek, nem igaz, hogy nincsen szkópom. Szkóp nélkül milyen halott vagyok, tehát nekem ez olyan... Jó, nem... Aj, francba gyerekek, nincs semmi cucc. Jó, ezt megiszom, de csak azért, hogy legyen helyen fölvenni a másikat. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ez az. Bejebb kéne mennem. Ezt akkor is átnézem. A szkópot már. Jó, kétszer szkóp. A semminél jobb, viszont akkor lecserélem a reddotot. Jó. Oké, hol a kör? Erre.
És nincs kocsim, nem láttam itt erre kocsit, az a baj. Úgy gyerekek, kéne egy kocsi, valami cucc. Már mondjuk itt a kör, meg aztán sincs messze a következő, de hát na. Ott már lőnek, jó, végre valami történik. Hát srácok, én ezt megnézem. Semmi, jó. Akkor be a körbe. Gyerünk! Úgy. Hello, Bello, aki most jött, annak üdv. Jó, azt mondja, hogy itt a következő kör, szóval belefér még elvileg az, hogy ezt valamennyire átnézzem. Hát, ha lesz egy szkóp valahol végre valahára. Ami nem kettes, vagy nem hármas, hanem legalább egy négyes. Kettes, na mindegy. Az is jó. Megint egy kettes, na gyerekek. Kétszer ez kopok mindenhol. Nem jó. Jött a kör. Akkor nem érdekel. Itt sincs semmi, na jó. Megyek befele. Ott nincs szkóp. Ott volt valami. Ez mi? Háromszoros. Hát, mindegy. Semminél jobb. Mász már ki! Na jó, volt a homokos bábú. Akkor megyünk befele így. És fölöttem van a red zone, de jó. Csabi, neked milyen széked van? Én nekem AK-racing székem van, abból is a nitro kategória, vagy kategóriát, stílusú, vagy nem tudom, hogyan mondják, típusú. És honnan is rendeltem? A Pixelből rendeltem. Pixel.hu. Onnan rendeltem, megrendeltem, és már másnap meg is kaptam, srácok. No, annyira gyorsak voltak, hogy csak néztem, mondom, mi? Megrendelem, és már másnap megkapom. Pedig nem kértem izével, sürgősségivel. De mégis megkaptam. Na, itt tuti volt a srácok, mert egy elég közkedvelt hely. Na. Viszont nem utolták volna ki. Érdekes. Dehogy nem, ajtó ki van nyitva. Vagy a szupresszor? SMG-re volt? Na jó, megmaradok a kompenzátornál most, kivételesen. Nem volt, hogy van. Hát jó van, srácok, szerintem itt már nem lesz nagyon semmi. Ja. Szétlőtt cucc, holografik. Na jó van. Jó. Akkor bemegyek a körbe, srácok, aztán kempelek, vagy nem tudom. Az ahogy ez a háromszoros scope sem egy nagy dolog. Viszont várjunk, ezt átállítom single-re, és akkor pumppal megyek. Ez pedig autóra. Milyen színű? Milyen színű? Fekete-piros. De ezt tudod nagyon jól egyébként. Szia, harmati D32.
Srácok, szerintem én maradok itt a körben. A kör szélén pontosabban. Vagy nem, bemegyek egy házba. Bemegyek egy házba. Csuk már be! Basz ki! Sehol semmi. Ó, itt ez egy QBU. Jó kis sniper. Viszont ha jönnek, akkor ezek... Aha, erre jönnek, ezt akartam mondani. De innen semmit nem látni. Köszi a követést! Innen is lőnek. Nem tudtad? Akkor most már tudod. Fekete-piros. Gyerekek. Most én vagy képzelődtem? Hogy hallottam volna valami hangot? Nem. A szomszéd háza, mintha valaki dübörögne. Vagy nem azt hallottam? Ügyesen én meg az ügyesség ebben a játékban. Az két különböző dolog. Az a baj. Na jó, mindjárt itt a kör. Aztán elválik, hogy mi lesz. Bocs haver. Á, csak a 4x-szkóp miatt akartam. Dobd már ki! Jó, egy extendedet fölveszek. Jó, ez is kell. Na. Aj. Jó. Nem tudom fölvenni jobban. Jó, akkor így. Ez nem volt valami szép megoldás, srácok, de ez van. Nála is ilyen új fegyver van. Ezt még azért fölveszem. Jó. Na jó van, srácok, hát egy killem megint van. Csoda szép kempes kia, úgyhogy kb. Amit nem lőttem volna semmit. Hello, Svit. Üdv. Hát kutymutyka, el aztán nagy ügyességgel lekempeljél valakit. Kemből mindenki tud ölni. De azért köszi. Itt a csávó, srácok. Rám is fog lőni. Ne lőj! Hú, ott a drop, baszki, akkor már értem. De halad? Mióta lett ilyen a 4S scope, gyerekek? Ez mi? Haj, bakker! Aha! Rálőnek vajon? Jó, akárhogy is én húzok be innen a picsába. Nem akarok addig hősködni. Na, ez az utóbbi kill azért az jobb volt, srácok, mert ez legalább úgy történt, hogy mentem előre is, mozgásból is, tudatosan is, tudtam, hogy ott van, és rámentem mégis. Ez jobban tetszett, még akkor is, ha csak tunk volt. Jó, még beljebb megyek. Kell egy szikla, gyerekek. Ott egy szikla, de hát a szar helyen van.
Na. Itt a kör. Nyád. Jó. Painkiller. A kill az bárhogy lövöd el. Hát ez mondjuk igaz. Attól az még kill. A program nem tesz különbséget. Az anyád picsája! Az a nagy bumszli! Szopósodjon meg a lovad! Köcsög! Rohadjál meg! A kemper... Na jó, nem mondok semmit. Jó, oké. Nyugim. Á, gyerekek. Ezt a fost komolyan. Szevasz Hunkiller, kösz, hogy itt voltál. Minden semmiről nem maradtál le. Pont azt történt, ami szokott, amikor pámcsizak. Úgyhogy semmi gond. Hát 14 volt rajtam kívül, igen, de hát most látod. Cseszhetem. Igazából én voltam a hülye, hogy oda mentem volna megnézni, hogy mi az Isten van nála. Máskor meg eszembe se jut kilútolni, az a baj. Most meg hogy nem kéne, most bezeg oda mentem. Úgyhogy, ja. Á, gyerekek, mi a francok megyek oda, amikor nem is kellett volna már loot, semmi, se heal, se lőszer, se scope, se semmi. Csak meg kellett volna húzni magam, de nem, én oda megyek és megnézem, mi van nála. Áj, basszus. Ajajajajajaj. Köszi a követést. Hello. Hello. Gyere, nekem is van a mám. Gyere. 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 Van még. Puk. Pofán. Na még egyet. Na jó. Most meg lesz a csirke. Aha. Igen. Tuti. Tuti. Hát akkor ismét megint, vagy na szóval akkor ismét hello, Hunkiller, ismét üdv. Most már telefonról. Pam 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 param pam param pam pam. Pa-pa-pa-pa-pam. Na nézzük. Azt mondja, hogy most mehetnék Lakaviba. Ez egy jó hely. Nem tudom. Csak az a baj, hogy Lakaviba mindig rengetegen mennek, mert egy baromi jó aló. Nem baj, legalább tanultál ebből. Ez viszont igaz. Hát ebből, hát hogy erre mondják srácok, hogyha, hogy és mit nyertél? Tapasztalatot. Szó szerint. Ez itt teljesen igaz. Viszont most megpróbálom a Lakavit, annak ellenére, hogy tudom, hogy sokan mennek oda, talán lesz szerencsém, és mondjuk lesz loot is kapásból, és nem kell megvárni, amíg betölti. A partnerséghez nekem jelenleg az kell, Cobretti, hogy az átlag 75 néző meglegyen, ami egy baromi nagy dolog egyébként. Most én azt tudom, hogy ez egy tök egyszerű dolog lesz majd, de nem. Az, hogy átlag 75 néző, hát nekem átlag 50 nézőm van, úgyhogy tényleg az átlagot nézzük. Szóval, ha nekem az most meglenne, akkor már igényelhetném a partnerséget, köszönöm a követést. De amíg az nincs meg, addig elvileg nem. Tehát most arra várok, hogy ez meglegyen. De hát szerintem az nem lesz meg egy jó ideig. Viszont érdekelt vagyok jelenleg. Ami azt jelenti, hogy csíreket már tudtok küldeni, feliratkozni már tudtok. Csak hát további ilyen funkciótól, vagy funkciókhoz nincs hozzáférésem. Nem is néztem, hogy jött-e ide valaki vagy sem. Itt a lépcső, igen. Hát de fegyvert vagy már, nézd meg. Jó, na, ez a szaros fegyver, de utálom ezt.
Ez jobb. Oké. Jó, na nézzük. Amúgy lehet, hogy srácok nem is jött erre senki. Az elképzelhető. Scope. Grenade, take cover. Kéne még mellény, mert az nincsen. Ott is egy kétszeres scope van, gyerekek. Már van scope, csak nincs mire föltenni. Mármint még egy fegyver. Flash hider, az nem érdekes. Ah. Füst. Az nem érdekes. Mi a táskán volt már, de mindegy. Na. Cubase. Oké. Köszönöm szépen a hostot, Barnadi Hard, neked. Ott a négyszeres scope. És ráteszem erre. Mert ez semmi másra nem jó, ez a fegyver, ez csak scope-olni jó. Kompenzátor az oda mehet. Jó. Kettes sisak. Kettes mellény. Sőt, akkor lecserélem ezt M4-re. Jön a repcsi. Megint lőszer, gyerekek. Kettes nagyon kéne még. Annak azért tudnék még örülni. Á, ne már. Jó, akkor átrohanok a többi stégre. Miért veszed fel a gránátot? Mert ha nem veszem fel, akkor nincs nálam. Tehát ennyire egyszerű. Tehát nem tudom azt megcsinálni, hogy tudom, én ránézek, és akkor oda varázsolom a zsebembe. Érted? Ott a kettes atyó. Na végre. Ez is megvolt. Hát akkor szépen. Ott volt. Ott volt, az kell. Jó, azt kihagytam azt a stéget. Na mindegy. Szevasz, floppy mester. Hellóka. Az nem érdekes. Jó. Na akkor mi van ez? Megint négyszeres szkóp. Ölölö. Jó, akkor ez ennyi. Ezt kisdobom, mert úgyse kell. Anyád! Még jó, hogy nem tudsz lőni, baszki. Honnan lőttél? Ez honnan lő, gyerekek? Na ez hol volt? Itt van közelben. Ott van fönt. Nem. És megint nem volt ez a geci fegyver átállítva autóra, hogy baszodjon meg, hogy miért nem teszik már bele a PUBG-ba azt, hogy automatikusan autóra legyen állítva ez a rohadt gépfegyver, ha már tunk fegyver. Fú, gyerekek! Na jó, még egy utolsót, aztán lesz ahogy lesz, aztán ez. Szerintem most már lezárom, gyerekek, mert ez egyszerűen idegesít. Ez miért nem lehet, miért nem teszek egy ilyen rohadt beállítás bele? Komolyan mondom, hogy nem értem. Komolyan mondom, nem értem. Hogy miért nem választható ez? Hogy felveszem azt a rohadt fegyvert, és akkor az legyen autóm, ha van rajta ilyen opció. Vagy legyen bursten legalább. Megint ezt, és megint ezt a fospályát adja be. Na mindegy. Ah. És megint ezen múl a gyerekek. Ez simán előttem volna. A gyereknek fogalma nem volt, hogy én ott vagyok. Fogalma nem volt. Simán előttem volna. De nem, mert nem tudtam bele tunkolni. Mert csak egyet lőtt. Ah.
Nem ezért töröltem a PUBG-t. Mármint nem azért, mert nincs benne ilyen funkció, hanem azért, mert rendszeresen cseszem el. Ilyesmi miatt, hogy elfelejtem átállítani, mert ugye bennem mindig az van, hogy egy automata fegyver, ha van rajta ilyen funkció, akkor az automata fegyver, akkor az a tunkolok, és nem egyeket lövök, mint mondjuk egy sniperrel. És nem értem még a mai napig, hogy miért nem tesznek bele ilyen funkciót, és nem hiszem el, hogy ez csak engem zavarna. Nem hiszem el. Nálunk nem esik az eső. Esett délután egy kevés, de nem túl sok. Jó, srácok, megint megpróbálom lakavit. Az előbb egyébként tök jól úton volt, tehát még csak azon sem volt. Na mindegy. Na, és most. Nem baj, srácok, lesz hétvégén lehűlés. Ezt mondtam a live elején. Méghozzá jó nagy lehűlés. Hú, de várom, gyerekek. Annyira várom. Annyira fel fog frissülni végre. Mert nem tudom, engem annyira nyomott át ez az egész hőség, hogy az, ami elképesztő. Egyszerűen nem érzem jól magam a bőrömben. Na, jön még valaki? Esetleg? Déla, a föld. Miért, Nikó, te hol laksz? Várjál. Nem is tudom, hogy te hol laksz. Meglepődnék, ha azt mondanád, hogy Békés megyébe laksz te is. Azon tényleg meglepődnék. Na, senki nem ide, srácok, megint, hogy mi van? Hát, nem nagyon láttam itt senkit. Csongrád megye. Hát igazából a szomszéd megye. Úgyhogy ja. Jó, gránátjaim már vannak. Jaj, de jó! De örülök neki. Flash, az nem érdekel. Tatyom van. Na, ezt felveszem. Meg azt is, mert a kettes mellényt az előbb nem is láttam, nem töltötte be szerintem még. Jó, most már van 3 gránátom, jaj de jó! Ez mi? Ja, flash hider. Uzi. Jó lesz az. Ja, igen, a hőség miatt alig tudsz aludni, de én is így vagyok egyébként. Nálam is úgy van, hogy van egy picike ventilátorom, tényleg egy egészen picike ventilátor, és azzal a ventilátorral, tehát az van, hogy éjszaka be van nyomva, és akkor fújja rám a levegőt. Elég csöndes, mert kicsi, éppen annyira fúj csak, amennyire kell, tehát hogy nem zavaró még, és úgy viszont baromi jó. Baromi jó, mert tényleg kellemesé teszi a estéket. Vajá, itt ez nem... ennek nem volt emelete? De volt. Volt. Itt van, persze. Ó, a 6x szkóp. Köszönöm. Na, így már mindjárt szimpatikusabb a játék. Ott meg nagyon lőnek. Ez már föl. Kompenzátor. Ezt fölvesszük. Jó. Uzi megint. Vettem föl. Olyan meg már van. Na jó, ezt elviszem. Később, hát ha majd kell valamihez. Na és akkor jönnek a... ezek a izék. Stégek. Kezdjük a szélétől. Szupresszor. Jó. Az nem érdekes. Na jó, akkor srácok, most van az. Jakar 98, semmi nincs. Semmi nincs. Jó. Várjál, ez már nem kell. Meges tartogatni! Anyád!
Anyád! Honnan lőttél? Hú, baszki! Na, hír legyünk gyorsan! Nem alok semmit a víztől. Hol van a csávó? Szétlőtt a mellényemet. Baszki, hol van a csávó? Aha. Aha, ott füstöl. Nem látom a csávó, gyerekek. Valaki lőtt, de az nem az volt. Az valaki más lesz. Hát én nem vágom. Nekik nem vágom, hogy honnan lőtt a csávó. Honnan lőtt rám? De barom idegesít, amikor nem tudom. Még füstöket is dobált pedig. Na jó. Jó, akkor most mi a szar legyen? Mivel nem tudom, hogy honnan lőtt, félek, hogy bárhonnan szétlőheti a fejemet. Tudjátok mit? Én kockáztatok. Kockáztatok. Itt vagyok, köcsög. Kapjál, ha tudsz. Na, semmi? Mi a szar? Várjunk. Öcsém, honnan lőtt ez? Valami semmi fedezékem nincsen. És miért nem tudok rútolni normálisan tovább? Francba. Hát nem tudom. Most azon agyalok, hogy lehet, hogy lelőtték? Volt egy másik lövés. Lehet, hogy pont őrán lőttek? Na mindegy, akárhogy is. Akkor lootolok itt tovább. Oké, kétszer, háromszoros, az nem kell. Viszont ez kell. Ott van még egy hatszoros szkóp. Red dot. Jó. Ezt azért elviszem. Hát, ha kell majd még. Na nézzük csak, tehát. Ezt kicserélem. Nem, már nem kell, a kompenzátort visszateszem. Ezt kidobom. És ezt fölveszem. M4. Ez már nem kell. Hatszoros. Föl. Föl. Ez se kell. Na. Megint szinglő van az arra a fegyver, gyerekek! Na, autó, azért. Extended Aki is, Extended Aki is. Bandage kell, mert kevés van. Jó. What? Most ez komoly? Mi van? Új moci? Jaj, de aranyos vagy!
Hol kell belétenni az elemeket? De kis cuki! Áj, de meg! Hát nézd, hogy megy! Jaj, te! El is borul! Anyád! Látlak, köcsög, látlak! Dugd ki fejed! Nem akarod? Jó, oké. Akkor egy kis cucc. Na, még egy kis cucc. Abban a házban lesz, ha csak ki nem jött már. Aha, ajtó ki van nyitva. Nem ebben a házam volt, hanem a másikba. Túl oldalt, ott. Aha. Baker, az a baj, hogy nem vagyok benne biztos, hogy hol van, különben rámennék. Itt egy ump, gyerekek, itt egy ump. Gyors. Tedd már oda! Jó, autóra tettem, most már tettem autóra. Aha, igen, csak éppen kéne valami normálisabb scope, mert ez a redot egy szar. Hát viszont átteszem oda. Köszönöm szépen a követés, srácok, ismételten. Na jó van, haver, akkor most az van, te ott engem tuti nézel, vagy vársz, hogy valami legyen. Halljátok a csávot? Ketten vannak. Nem van a házba. Na, hogy ott! Ó, gyerekek! Mász be! Amúgy hallottam még egy lépést. Van itt még egy harmadik is. Jó, még egy kis hill. A mellényem, hú, bazd meg, hát. Jó, gyors, mit tegyünk még rá? Jó, mindegy, ez jó így. Van még valaki, srácok, azt tudni. Biztos vagyok benne, hogy van itt még valaki. Már hallottam lépéseket. Várjál! Azt hittem többet látni. Sehol senki? Képzelődtem volna? Gyerekek, esküszöm, hogy hallottam hangot. Ti amúgy nem hallottátok? Írjátok már belé, szíves, mert csak képzelődtem volna. Nem. Ez csak az én hangom lenne, baszki. Már nem vágom. Na jó, van mindegy, megnézzük, mi van a csávónál. Adrenalin, ezt én már most be is nyomom.
Jó, 556-os, kérlek, adj! Adj nekem 556-os, köszönöm. Taktikál, taktikál, igen, azt oda akartam. Azt meg oda. Meg azt fölvenni, azt már nem tudom. Jó, redotot ráteszem ide. Ezt elveszem. És akkor most már, elvileg, ott még volt painkiller. Nem tudom fölvenni. De hogy nem, ugye megoldom. Izé nincs, ebből nincs sok. Ebből nincs túl sok. Kidobok egy granátot. Nem kell ennyi. Jó. Na várjunk, kör. Úgy nem messze van. Viszont, hát csinálszak, én szerintem ezt nem fogom most használni, azt a motort. Ja persze, itt van mellettem. Volt ott SLR? Nem láttam, de most már mindegy. Itt állt meg a kocsival. M762, az, ja, az új fegyver, Beryl. Hát gyerekek. Fos ez, mindegy. Mindegy. És az lőtt le, aki odajött. Ó, bazz, nem is ott állt meg, ahogy én gondoltam. Dob a fülem, vagy mi? Van bicikli játékban, pont, pont ennek mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha lehetne biciklizni benne. Ez csak egy kis egyszemélyes jármű lenne, de lehetne használni. Csöndes, lassan megy, viszont mégis csak gyorsabb, mint ahogy a futnál. Ez a csávó engem olyan látott? Tudta, hogy itt vagyok? Na mindegy, srácok, akárhogy is, ezt már nem tudjuk meg. Én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, remélem, hogy azért élveztétek, annak ellenére, hogy nem volt benne egy nagy semmi szép lövés, meg csirke. Mindegy. Na majd legközelebb nem tudom, milyen live lesz, meg hogy mikor, de szerintem amint srácok le fog hűlni végre az időjárás, akkor rendszeresebbé válnak a live-ok is, meg a YouTube-on a videók is. Na, ennyi volt most, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép estét mindenkinek, sziasztok!